Simon Attila vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának együttműködési helyettese, és Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa december 27-én meglátogatta a keleti határszakaszon szolgálatot teljesítő katonákat. Dr. Farkas Sándor alezredes, a Magyar Honvédség északkeleti ideiglenes alkalmi kötelékparancsnoka jelentést tett a katonai vezetőknek a kötelék feladatrendszeréről és a folyamatban lévő feladatokról, majd megtekintették a szolgálati és elhelyezési körülményeket. A parancsnok helyettes ezt követően a Beregsurányi határátkelőre látogatott, ahol a rendőrséggel közös feladat végrehajtással kapcsolatban tájékozódott. Végül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetőinek nevében is megköszönte a katonák szolgálatát, akiknek egyúttal boldog új évet kívánt.